állásbőrze, a munkanélküliség csökkent, a munkaerőhiány nőtt a megyében. Közjegyzői díjak október 1-től akár dupláját is kell fizetni bizonyos ügyek elintézéséért. Szívvilágnapja, a Nemzetközi Világnapon a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésének fontosságára hívták fel a figyelmet. Nyolc év alatt 80 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottak száma a megyében, hangzott el a Nyíregyházán megrendezett keletállásbőrzén. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Bár a növekedés ellenére még elmarad a foglalkoztatottság az országos átlagtól, de többek között a megyei önkormányzat egy 2,5 milliárdos programmal segíti az álláskeresők és közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedését. Az állásbőrzén azt is kiemelték, hogy már nem elsősorban a munkanélküliség jelent problémát a megyében, hanem a fokozatosan növekvő munkaerőhiány. Azt szeretném kérdezni, hogy a kereskedelmi területen milyen nyitott pozícióitok vannak itt a térségben? Volt, aki több munkáltatónál is érdeklődött a Nyíregyházán harmadik alkalommal megrendezett keletállásbőrzén, de akadt, aki kimondott céllal érkezett a Continental Arénába. Én egy konkrét pozíció miatt jöttem, de mivel itt több cég is jelen van, ezért több lehetőséget is át tudok nézni, és ha már van ez a lehetőség, akkor élek vele. Az elmúlt 8 évben 80 ezer fővel emelkedett a megyében a foglalkoztatottak száma, mondta el Román István az állásbőrze megnyitóján. A kormány megbízott kiemelte, bár még mindig elmarad az országos átlagtól a foglalkoztatottság a megyében, de az arány még tovább javulhat a jövőben. Azt gondolom, hogy ezen még lehet javítani. Ugye vannak a megyének egyrészt olyan térségei, ahol nagyobb a munkanélküliség, és van olyan is, ahol már a munkaerőhiány lépett fel. Azt gondolom, hogy ennek megfelelően a kormányhivatali foglalkoztatási feladatok is megváltoznak. Másféle szemlélettel kell viszonyulni ezekhez az ügyekhez. Sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy a cégek és a munkavállalók azok egymással találhassanak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat egy 2,5 milliárd forintos foglalkoztatási programmal vesz részt a munkaerőpiaci kihívások leküzdésében. Azt tapasztaljuk a program végrehajtása során, hogy mi korábban a munkanélküliség jelentett problémát, sok esetben most már a munkaerőhiány jelent problémát, különösen a foglalkoztatók, a munkáltatók részéről. Ennek a munkavállalók örülhetnek, hiszen egyfajta verseny is kezd kialakulni cégek között, hogy milyen juttatásokkal, esetleg plusz béremeléssel tudnak magukhoz csábítani dolgozókat. Viszont számunkra a kihívás, hogy azokat a rétegeket, azokat az embereket is meg tudjuk mozdítani, akik kevésbé mobilisak, kevésbé tudnak részt venni, vagy hajlandóak részt venni képzési, átképzési programokban. Ezt pedig egy új mintaprogrammal kívánja előmozdítani a kormány. Két megyében, Szabolcs és Hajdú megyében részben azért, mert itt a legégetőbb a munkaerőhiány, illetve a munkanélküliség. Érdekes módon a kettőt nem lehet összetolni. Pontosan erről szólna ez a program, hogy hogyan lehet ezt a nagyszámú munkanélküliséget különböző célcsoportokkal az elsődleges munkaerőpiacra bevinni. Karakú László azt is elmondta, a tervek szerint november közepén készül egy összegző jelentés a programról, ezt követően dönt majd a kormány arról, hogy kiterjeszti-e a programot Borsod és Nógrád, vagy esetleg más megyékre. A bruttó és nettó átlagkereset egyaránt 12%-kal múlta felül idén a 2017 első fél évit Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, azonban a keresetek továbbra is jelentősen, mintegy 31%-kal alacsonyabbak voltak, mint országosan, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss összesítéséből. A KSH kimutatása szerint Budapesten és Győr-Moson-Sopron megyében a legmagasabb a nettó átlagkereset az országban, előbbiben 272 ezer, utóbbiban pedig 224 ezer forintot lehet átlagosan hazavinni. Így hiába volt 215 ezer forint az országban a nettó átlagkereset az idei első fél évben, ezen a két helyen kívül egyetlen megye sem volt, amely elérte volna az átlagot. A lista végén Szabolcs-Szatmár-Bereg megye áll, itt 2018 első fél évében a családi kedvezmény nélkül számított havi nettó átlagkereset 150 ezer forint volt. A fizikai foglalkozásúak tekintetében is sereghajtó a megye. Itt a bruttó átlagfizetést vették alapul, ami 172 ezer forintot jelent. A szellemi foglalkozásúak ugyan bruttó 314 ezer forintot keresnek, de ezzel is csupán Békés megyét előzi meg Szabolcs.
Jelentősen emelkednek a közjegyzői eljárások díjtételei. Október 1-től akár a dupláját is kell majd fizetni bizonyos ügyek elintézéséért. A díjemelésekre azért volt szükség, mert régóta nem változtak az árak, a költségek viszont az évek során lényegesen növekedtek. Ugyanakkor a drágulás nem érint minden területet, több népszerű eljárás esetén is változatlanok maradnak a díjtételek. A legkisebb értékű közjegyzői eljárás díja is 4500 forinttal drágul október 1-től. Ez azokat az értéksávos eljárásokat érinti, ahol az ügyérték számszerűsíthető. Ahol viszont nem számszerűsíthető az ügyérték, ott a megkezdett munkaóra alapján fizetik a közjegyzőt, októbertől pedig a munkadíj is több mint kétszeresére emelkedik. A jegyzőkönyvi tanúsítvány munkadíja például óránként 3000 forint helyett 8250 forint lesz, a jognyilatkozat, a végrendelet óradíja 6000 forintról 11000 forintra nő. Ennek az az oka, hogy 91 óta ez a sávosnál, tehát az érték szerintinél az első, a fix díjtételeinknél pedig a második díjemelés, és egyszerűen előregettek ezek a díjak, hiszen a környező költségek, amiből fenntartjuk az irodáinkat, akár a munkabérre gondolunk, akár az elektromos áramra, vagy a fénymásolásra, vagy a kompjúterre, vagy a rendszergazdák díjára, mind-mind megemelkedett. A 23 közjegyzői hatáskörből 10-ben viszont nem változik a díjszabás. A jogalkotó az továbbra is érvényesített szociális szempontokat, így az államilag támogatott lakáshiteleknél a közjegyzői közreműködés díja az változatlan lesz, sőt egy új kategóriát vezetett be, abban az esetben, hogyha közjegyzőre szoruló vak vagy siket részére készítünk okiratot, akkor az okiratnál kötelező díjcsökkentést végrehajtani, tehát ők ugyanazt a szolgáltatást alacsonyabb díjon tudják igénybe venni. Ennek az az oka, hogy például vakok végrendeletet csak közjegyző előtt tehetnek, és ez egy kölcsönös egymásra szorultság, és azt lehet látni mindenütt a díjrendeletünkben, hogy ahol kötelező a közjegyző közreműködése, ott mindig alacsonyabb van. De ezeken túl nem kell többet fizetniük azoknak sem, akik élettársi nyilatkozatot tesznek, vagy akik a házastársukkal vagyonjogi szerződést szeretnének kötni, valamint továbbra is ingyenes marad a végrendeletek országos nyilvántartásába történő bejegyzés is. Szűrésekkel és tanácsadásokkal várják az érdeklődőket a Szív Világnapja alkalmából vasárnap Nyíregyházán. A Nemzetközi Világnapon a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésének a fontosságára kívánják felhívni a figyelmet. Ez azért is fontos, mert Magyarországon ma a legtöbben szív- és érrendszeri megbetegedésben halnak meg. A megyében ugyan javult a halálozási arány az utóbbi években, de még mindig rosszabb az országos átlagnál. A halálozások feléért felelnek ma Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek. Mintegy 35 ezer új szívinfarktust és 42 ezer sztrókot, azaz agyérkatasztrófás esetet regisztrálnak évente hazánkban. A mutatók ugyan javulnak nem csak országos, hanem megyei szinten is, de a halálozási mutatók a régióban még mindig rosszabbak az országos átlagnál. Sajnos a Duna vonala, azaz a határvonal, ami alapján azt kell állítani, vagy azt tapasztaljuk, azt észleljük, hogy Kelet-Magyarországon, illetve a Tiszán túlon a szívérendszeri betegségek rizikója az emelkedett. Ebben nyilván benne van a szociális háttér, az embereknek a képzettsége, mennyire tudatos, mennyire egészségtudatos valaki, mennyire teszi magáévá a kommunikált életmódbeli javaslatokat. Az országban 16 centrumban működtetnek 24 órás ügyeletet, köztük Nyíregyházán több mint 10 éve. Ennek köszönhetően az infarktusos betegek halálozása felére csökkent a megyében, és csak a József András Oktatókórházban évente mintegy 700 akut infarktusos betegen végeznek katéterezést. A legnagyobb probléma az inkább az egy éven belüli halálozásnak az alakulása, és itt elsősorban a helytelen életmód folytatása és a gyógyszerek elhagyása játszik szerepet. A szív- és érrendszeri megbetegedések rizikófaktorai közismertek. A legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy a betegségek sokáig tünetmentesen zajlanak a szervezetben. Éppen ezért kap kiemelt szerepet a megelőzés. Ennek fontosságára hívja fel a figyelmet minden év szeptemberének utolsó vasárnapján a Szívvilágnapja. Tudjuk azt, hogy ha már bekerül valaki a kórházba, akkor ott már egy akut bajt kell ellátnunk. Itt egy ilyen szűrő napon gyakorlatilag egészségesnek
tudott és saját magát egészségesnek sejtett emberek jönnek be, és időnként meglepő dolgokat tudunk nekik tanácsolni és mondani, hogy hogyan lehet megelőzni valamit. És hát nem az a célunk, hogy itt most betegeket, hogy mondjam, diagnosztizáljunk, hanem az, hogy mint egy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy hogyan lehet megelőzni a szív-érrendszeri megbetegedést. Nyíregyházán 17. alkalommal rendezik meg a Szívvilágnapját. Szeptember 30-án a Kossuth téren várják a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház, valamint a nyíregyházi egészségügyi alapellátási igazgatóság szakemberei az érdeklődőket különböző szűrésekkel és tanácsadásokkal. Próbáljuk a lehető legtöbb szűrést kivinni a helyszínre, azokat, amit ott ilyen szabad körülmények között is, tehát nem kell hozzá hospitális körülmény, tehát ez magában foglalja azokat a fő rizikófaktorokat, amik a szívérendszeri betegségek kialakulásában nagy szerepet játszanak. Ilyenek a magas vérnyomás, az emelkedettebb vércukorértékek, a szemnyomás vizsgálat, szemfenék vizsgálat, ugye szintén a magas vérnyomás betegséghez kapcsolódóan munkahelyi stressznek a szűrésére is lehetőség lesz különböző tesztek segítségével. Emellett lesz dietetikai és mentálhigiénés tanácsadás, újraélesztési oktatás, valamint gyógytorna bemutató is. Kutatók éjszakája, LEGO innováció stúdió átadása, egyetemi nyílt nap és jótékonysági foci meccs többek között, ezeket a programokat kínálja a Nyíregyházi Egyetem az őszi időszakra. A felsőoktatási intézmény igyekszik megtartani az egyensúlyt a szórakoztató hallgatói élet és a komoly tudományos konferenciák között. Idén is megrendezi a Nyíregyházi Egyetem az egyre népszerűbb kutatók éjszakáját. Az Európai Uniós kezdeményezés a felsőoktatási és a kutató intézmények jobb megismerése céljából jött létre. Több mint 20 helyszíne, számos ingyenes kiállítás, bemutató és előadás várja az érdeklődőket. Minden képzési területhez kapcsolódóan megnyílnak a laborok és műhelyek. A több mint 60 különböző program pénteken délután 2-kor kezdődik és késő estig tart. Ezt követően az október is fontos esemény tartogat a Nyíregyházi Egyetem életében. A LEGO innováció stúdió átadása október 17-én fog megtörténni intézményünkben, amire nagyon büszkék vagyunk, hiszen elsőként adhatunk át ilyen innovációs stúdiót. Ma még Magyarországon egyetlen egy felsőoktatási intézmény sem rendelkezik ilyen innovációs stúdióval, melynek alapvetően az a célja, hogy a LEGO által kifejlesztett módszereket megtanítsa a pedagógusoknak, és a pedagógusok ezáltal az általános és a középiskolai oktatásban ezeket a módszereket bevezetve a matematikai, logikai gondolkodás, az írás-olvasás értésnek az irányába tereljék a hallgatókat, illetve a gyerekeket, hogy jobban ezeket a módszereknek a segítsége jobban tudják ezeket a készségeket fejleszteni. November a tudomány hónapja. Erre az alkalomra is számos bemutatóval és konferenciával készül a felsőoktatási intézmény. Többek között egy mini konferenciával annak kapcsán, hogy a Magyar Nemzeti Bank 20 millió forinttal támogatja az Egyetem Gazdálkodástudományi Intézetének hallgatóit. De nem csak tudományos programokkal készül az egyetem. A tanév első felében Mikulás környékén jótékonysági futballmérkőzést szerveznek, amelynek bevételéből megajándékozzák a rászoruló gyerekeket. Tavaly a Bálci Gusztáv általános iskola diákjai kapták meg a felajánlásokat. Ezek egyébként színes ceruza, színező, plüsmaci, minden, aminek igazából egy kisgyermek örülhet, és akár szebbé tudjuk tenni neki, akár a Mikulást, akár a karácsonyt. November közepe vége felé szoktuk megkeresni az intézményeket, hogy melyek azok, amiknek szükségük van egyáltalán rá, vagy az alapítványokat. Később a testület közülük választja ki azt az intézményt, amelynek az adott évben átadja az összegyűjtött adományt. A hallgatók és oktatók közötti barátságos mérkőzést idén már 4. alkalommal rendezi meg az egyetem hallgatói önkormányzati testülete. Egy mázsa akác tűzifát idén 4500 forint körül lehet beszerezni, ettől azonban jóval olcsóban nagyobb fűtőértékkel rendelkező diószén, melynek 4000 forint mázsája. A kandallóval rendelkezők pedig előszeretettel vásárolják a kis kiszerelésben is kapható nagy fűtőértékkel rendelkező napraforgó héjbrikettet. A hideg beköszöntével sokan kezdtek el fűteni, sok háztartásban pedig még mindig fával fűtenek. Fontos, hogy tüzeléskor a tűzifa száraz legyen, mert ha nedves, a tüzelőberendezés bekátrányosodhat, ennek javítása pedig tetemes összegbe kerülhet, ahogy a tűzifa beszerzése is egyre költségesebb.
inkább hátránya van most már a fával való fűtésnek, ugyanis nagyon sok a munka vele, illetve nagyon nagy a költsége. Az elmúlt évben már nagyon-nagyon megemelkedett a fának az ára, illetve nagyon nehéz beszerezni is. A fával való tüzelésnél kényelmesebb a gáz vagy a szén. Míg az előbbi fűtőértéke nagyon magas, az utóbbi változó és a vásárlók információi alapján nem érzik annyira melegnek a lakást, hogyha az alacsonyabb fűtőértékű, jóval olcsóbb minőséget választják. Jobb minőségű szénnel vagy a kis kiszerelésű brikettel azonban kiváltható vagy kiegészíthető a fatüzelés. Idén a akác kuglink az ilyen 4500 forint körül mozog mázsája, és egy 4000 forintja tudunk adni már egy sokkal jobb fűtőértékkel rendelkező diószenet például. Nagyon fontos a tüzelőberendezések, a kémény és az elégetni kívánt tüzelőanyag megfelelő összhangjának biztosítása. Csak ezek tökéletes együttműködtetésével lehet energia és költséghatékony a fűtés. Megnyerte hazai rendezésű tornáját a Fátum Nyíregyháza. Hollósi László együttese az MTK és a Kaposvár csapatát is 3-0-ra győzte le a Continental Arénában. A női röplabdázók a jövő héten hazai pályán a Jászberény ellen kezdik a bajnokságot. Először a lépett pályára a felkészülési időszakban hazai szurkolói előtt a Fátum Nyíregyháza. A bajnokság és a Magyar Kupa mellett a nemzetközi porondra is kilépő női röplabdázók két meccset játszottak a Continental Arénában. A Hollósi László által irányított együttes az MTK és a Kaposvár ellen is magabiztos 3-0-ás sikert aratott, így torna győzelemmel hangolt az Extraliga rajtjára. Fontos volt az, hogy mutatkozunk be a hazai közönség előtt, tehát hogy milyen az első benyomás a szurkolóknak. Úgyhogy ebből a szempontból mindenképp nagyon örülünk annak, hogy sikeresen abszolváltuk a hazai rendezési tornát, de azért helyén kell kezelni ezt a dolgot, tehát ez egy állomás volt, nyilván itt elsődlegesen az volt a legfontosabb, hogy bizonyos taktikai elemeket gyakoroljuk. Én örülök annak, hogy mutatott teljesítményben, illetve mutatott játékban helyenként szép dolgokat csináltunk, de hát azért mind a bajnokságban, mind akár amikor a nemzetközi kupában játszani fogunk, sokkal több kell majd, és ezt én meg is fogom mondani most a játékosoknak, épp most nem sokára edzünk, meg a taktikai értekezleten délután is felhívom a figyelmüket, hogy nehogy azt higgyük, hogy most már akkor mi mindent nyerni fogunk. Lent kell maradni a talajon, és kőkeményen kell dolgozni. Tóth Fruzsina szerint az elmúlt hetekben mind a pályán, mind azon kívül összeérett a csapat, és ennek a meccseken is érezhető lesz majd a hatása. Másfél hónapja kezdtük el a felkészülést, és úgy érzem, hogy sikerült összeállni ennek a csapatnak úgy, ahogy én elképzeltem. Nyilván még vannak hiányosságaink, de azért még van egy hetünk a bajnokság kezdetéig, és szerintem ezeket orvosolni tudjuk. Voltunk Jászberényben egy tornán, azt sikeresen meg tudtuk nyerni. Itt Nyíregyházan is játszottunk egy tornát, szinte majdnem ugyanazokkal a csapatokkal, akikkel Jászberénybe is. Erős lesz ez a mezőny ebben az évben, de remélem, hogy sikerülni fog megnyerni a bajnokságot. A nyíregyházi röplabdázók a héten még az Újpesten játszanak egy edzőmeccset, majd október 4-én hazai pályán a Jászberény ellen kezdi meg bajnoki menetelését Hollósi László együttese. Felnőtt futszál csapat alakult Nyíregyházán. A Blue Sharks futszál nevű együttes a regionális bajnokságban indul, majd célja pedig az első 6 közé kerülés. A Székely János által irányított gárda hétfőn esténként a Continental Arénában játsza majd hazai meccseit. A Blue Sharks nevet eddig a kosárlabdához kötötték a sportbarátok, a jövőben azonban egy másik sportág képviselői is kékcápákként futnak majd ki a küzdőtérre. Nyíregyházán alakult ugyanis egy felnőtt futszálcsapat, amely az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága által koordinált regionális bajnokságban indul majd. Mint az együttes versenyeztető sportcentrum sportigazgatója Sitko Ernő elmondta, a kispályás foci népszerűség adta az ötletet, hogy a megyeszékhely is indítson egy csapatot a harmadik vonalban. Szeretnénk, hogyha a futszál nagyobb teret nyerne Nyíregyházán is, vagy inkább azt mondanám, hogy Nyíregyházán is legyen olyan futszálcsapat, amelyik szervezettebb keretek között működik. Az eddigiek is természetesen azok voltak, és mindenkinek gratulálok az eddigi munkájához, de úgy láttam, hogy a kispályás bajnokság nagyon népszerű Nyíregyházán, amit ugye a Nyíregyházi Sportcentrum üzemeltet, és ezen a
lendületen felbuzdulva gondoltuk úgy, hogy életre hívunk egy ilyen csapatot. A főként fiatalokkal felálló Blue Sharks futsal a mezőny első felében szeretne végezni a 12 csapatos mezőnyben. 17-18 évesek alkotják, ha átlag életkor nézik, akkor 23. A célok ugye az első hatot, azt megcélozzuk, de azt mondom, hogy az eddigi mérkőzések olyan bajzi, tehát a barátságos mérkőzések alapján, azt mondom, hogy egy kicsit feljebb is tudunk végezni. Azért sikerült két NB1-es, egy NB2-es játékos hoznunk, akik ugye játszottak is, úgyhogy szerintem jobbak lehetünk. Tehát. Sőt, azért dolgozunk, hogy még jobbak legyünk. Tehát. Akár utánpótlásba, mert ugye utánpótlásba is a célunk, ugye az első három. Azt sem tagadom, hogy már szeretném megnyerni, ugye már a harmadik éve vagyunk ott is. Úgyhogy nagyon sokat kell dolgozunk, de is dolgozunk és is csináljuk, hogy minél jobb legyen. A hazai meccséit a Continental Arénában játszó Kékcápák október 1-én a Nagycserkesz ellen mutatkoznak be az újfehértói sportcsarnokban. A nyitóforduló további párosítása a következő: Deac Meavc, Mád Csenger, Gyulaháza Ózd, Levelek Flamingo KLC és Geszteréd Debreceni Sportiskola. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 8 év alatt 80 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottak száma a megyében, hangzott el a Nyíregyházán megrendezett keletállásbőrzén. Bár a növekedés ellenére még elmarad a foglalkoztatottság az országos átlagtól, de többek között a megyei önkormányzat 1-2,5 milliárdos programmal segíti az álláskeresők és közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedését. Az állásbőrzén azt is kiemelték, hogy már nem elsősorban a munkanélküliség jelent problémát a megyében, hanem a fokozatosan növekvő munkaerőhiány. Október 1-től jelentősen megemelkednek a közjegyzői eljárások díjai, egyes esetekben akár a dupláját is kell fizetni az ügyek elintézésének. A díjemelésekre azért volt szükség, mert régóta nem változtak az árak, a költségek viszont az évek során lényegesen növekedtek. Ugyanakkor a drágulás nem érint minden területet, több népszerű eljárás esetén is változatlanok maradnak a korábbi díjtételek. Szűrésekkel és tanácsadásokkal várják az érdeklődőket a Szív Világnapja alkalmából vasárnap Nyíregyházán. A Nemzetközi Világnapon a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésének fontosságára kívánják felhívni a figyelmet. Ez azért is fontos, mert a halálozások feléért felelnek ma Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, szeptember 26-án, szerdán, friss hírekkel, holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat pedig addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, egyre szárazabb levegő érkezik a Kárpát-medence fölé. A csípős reggelt az átlagosnál hűvösebb nappal követi, az előttünk álló éjszaka többnyire gyengén felhűs idő várható, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire gyengén felhűs idő várható, sok napsütéssel, csapadék nem lesz. A délnyugati szél helyenként megélénkül, délutánra 19 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Pénteken még derült, csapadékmentes időre készülhetünk, néhány fokot erősödik a nappali felmelegedés is, szombaton ugyanakkor hideg front vonul át hazánk fölött, emiatt szorványosan várható eső, zápor és a szél is megerősödik. Vasárnap ismét naposabb, száraz időre készülhetünk.